el sehova. Ki játszott már szerepjátékkal? Mágus szerepjátékkal. Nagyon jó, nagyon jó. Mert pedig azért kérdeztem ezt, mert ugye most fog következni a mágus szerepjátékkal és kapcsolatos fellépés. Tehát mágus írói szerepjáték fejlesztői előadás fog következni. Főbb témái, hol tart a mágus 2022-ben, mi a célok, mik várhatóak a jövőben regények és játék terén. Tehetséggondozás, írói pályázatok, megjelenési lehetőségek. Fogadjátok őket nagy szeretettel! Sok szeretettel üdvözlök mindenkit, sziasztok! Én Raon vagyok, Erdély István, a Delta Vision kiadó főszerkesztője. Szerepjátékfejlesztéssel is foglalkozok, írással is. Legfőbb fegyverhordozóm Rasta, Rész Attila. Nagyjából mindenes, sok mindennel foglalkozik ő is. Örülök, hogy vannak itt mágus iránt elkötelezett rajongók, ez kellemes meglepetés. Úgyhogy pár szóban azért, aki esetleg nem ismeri, összegezném, hogy mi is a mágus voltak éppen. Lassan 30. éve jelenlévő szereplő a Magyar Fantasztikumban. Azt szoktuk rá mondani, hogy egy hangsúlyos brand. Nagyjából a 100. kiadvány felé közelít, hogyha mindent összeszámolunk, ami irodalmi szerepjátékkártya és egyéb vonalon megjelent. Még akár azt is mondhatnám, hogy megkerülhetetlen tényező a Magyar Fantasztikumban. Ez egyaránt jelentett jó dolgokat is, meg nem annyira jó dolgokat is, mert amikor ilyen hosszú, sorsú, nagyon bonyolult történetek alakulnak egy kiadó és egy brand körül, akkor ott aztán minden szín előfordul. De aki ismeri a mágust, ezt pontosan tudja. Mi abban az irányban vagyunk elkötelezettek, hogy hogyan lehet továbbvinni ezeket a régi értékeket, amelyekkel mi együtt felnőttünk fiatalon, és hogyan lehet mellé tenni a magunk kidolgozásait, ötleteit, válaszait. És ezzel kapcsolatban én leginkább szerkesztői szempontból terveztem elmondani egy pár dolgot, Rasta pedig alkotói, írói, szerepjátékfejlesztői szempontból kerekítené ki ezeket a gondolatokat. Csak rátérve kapásból a mágus egyik örök kérdésére, hogy valójában mit tekintünk mágusnak, a szerepjáték vagy az irodalom részét. Szerintünk ez egy fontos téma, és az elmúlt években abba az irányba indultunk el, hogy ez ne legyen kérdés többé. Tehát szeretnénk egy egységes rendben gondolkodni úgy, hogy attól függően, hogy kinek mi tetszik, attól függően kiválasztassa a neki tetsző tartalmakat, akár irodalmi részen könyveket, regényeket, novellákat szeret olvasni, és így fogja meg a mágus, akár szerepjáték oldalról, a konkrét játék, akár kártya oldalról. Ugye nagyon jó bemutató játékokat lehet ott most hátul találni, a kártya egy nagyon jó pörgő része ennek a brandnek. És egyébként itt még lehetne sok más lehetőség is, társas játék, ne adj Isten, ilyen titkos álomként egyébként a számítógépes játék, ez az elmúlt 15 évben nagyon sokszor jelen volt a mágus életében, sosem sikerült átütni azt a pontot, hogy megjelenjen hozzá egy olyan számítógépes játék, ami egy más szintre emelhetné. Sajnos ezek ilyen elveszett lehetőségek, de azért mindig ott van a látóhatár szélén, úgyhogy hát egyszer valamikor lesz egy ilyen szerencsénk is. Úgyhogy a mágus kapcsán szerintünk azért is a tehetséggondozást emeltük ki így fő témának, mert aktuálisan így 2022-ben ezt tartjuk a legfontosabb dolognak. Mivel ez egy óriási brand, és nagyon sok anyag tartozik hozzá, tehát hogyha valaki mondjuk akár ismerkedni szeretne vele, vagy akár el szeretne benne mélyülni, hát hogy most 50 könyvet el kellene olvasni, az egy ideig eltart. Az mondjuk azért a jobbaknak is egy évnyi olvasni való, vagy fél évnyi legalább. Természetesen nem kötelező minden részletét látni. Mi onnan arról az oldalról szeretnénk megfogni, hogy a mágusra nagyon jellemző az, hogy különböző alkotók nagyon markánsan másféle dolgokat tettek bele, és emiatt egyébként akár a rajongótábornak, akár az olvasótábornak az ízlésvilága az rendkívül színes. Tehát a mágus egyik erőssége, hogy nem nagyon lehet behatárolni, hogy pontosan a hősi fantasy keretein belül milyen irányokra helyezi a hangsúlyt a nagyon heroikus részre, a sötétebb hangvételű, kicsit már horrorisztikus részre, és még só pár példát fel lehetne sorolni. Mindegyiknek megvannak a külön-külön rajongói, és szerintünk mindegyik egy olyan irány, ami hozzátette ez az egészet, és ezt érdemes továbbfejleszteni. Úgyhogy aki kapcsolatba kerülne a mágussal, az egy elég széles repertoárból választhat.
akár úgy is meg lehet fogalmazni, hogy találhat a saját ízlésének megfelelő tartalmat hozzá. És erre szeretnénk ráerősíteni oly módon, hogy az egész egy egységes dolgot vigyen tovább. Régebben voltak ilyen problémák az elmúlt mondjuk 2 évtizedben, hogy külön az irodalmi, külön a szerepjátékos világ, az milyen prioritásban, hogyan viszonyul egymáshoz, mi az erősebb, mi határozza meg a másikat. És szerintünk egyébként abszolút az az egyetlen értelmes eleve volt a tanulság, hogy a kérdés sem jó. Tehát annyira egymásra hatott a kettő, olyan erős szimbiózis alakult ki, olyan erős az egymásra utaltsága szerintünk, hogy érdemesebb ebben gondolkodni, hogy hogyan lehet egy irányba összehozni a dolgokat, hogyan lehet olyan szerepjátékot csinálni, ami egyébként az irodalmi oldalnak is segíthet, olyan regényeket, olyan novellákat írni, ami a szerepjátékosoknak adhat egy csomó ihletet, ötletet, bármit. A kártya egyébként az elmúlt években nagyon szépen előretört és megvalósította gyakorlatilag ezeket a dolgokat. Azt mondhatjuk, hogy egy ideje a kártya a mágusnak a zászlós hajója, és mutatja jó példát, hogy hogyan érdemes ezt a továbbiakban csinálni. És mi ebbe az irányba tervezünk tovább dolgozni. És a tehetséggondozás kérdésköre az azért fontos, mert nincs elég olyan alkotó egyébként, akinek ne lenne feladata, hogyha feltűnik. Ezt egy kicsit bonyolultan fogalmaztam, meg átfogalmazom. Tehát nincs annyi alkotó a világon, elég lenne a mágushoz, de tényleg, magyar szinten. Annyiféle képpel lehet vele foglalkozni, annyi dolgát el lehet kapni, és annyi lehetőség van benne. Nem az a problémánk egyébként, hogy rengetegen jönnek hozzánk, és határt kell szabni, hogy betelt, kész, vége. Hanem az a problémánk, hogy gyakorlatilag ki kellene termelni erősebben azt a rajongói réteget, aki közül egy-egy tehetség eléri a megjelenési lehetőségeknek a szintjét. Ez egyébként írdatlan sok munkát igényel, és mi erről terveztünk beszélgetni sokat, hogy hogyan lehet egy rajongói anyagból megjelenés közeli állapotba jutni, milyen segítségeket tudunk adni hozzá, mik azok a háttértámogatások és kiadói mércék, amelyek meghatározhatják ezeket a munkákat. És át is adnám a szót Rasztának, mert ő pont arra jó példa, hogy azért be lehet kerülni, és nagyon sokféleképpen hozzá lehet tenni ehhez a nagy egészhez. Úgyhogy Rasta, akkor pár szóba fejtsed ki, hogy... Sziasztok! Attila vagyok egyébként, de Rasta a becenevem, és engem erőszakkal hoztak ide, nem tudom, miről van szó. Jó, ezt próbáltam elviccelni, de mindegy. Nem szeretek ennyi ember előtt beszélni, mikrofonnal a kezemben, meg pláne nem, úgyhogy ez most kicsit nehézkes. Gyakorlatilag 2009 óta próbálok írni mágust, meg mást is. Szerepjátékozni egyébként 94 óta, tehát nem ma kezdtem, öreg vagyok. És 2009 körül kezdtem el arra gondolni, hogy amiket játszunk, amit szeretek, arról írnék is arra a világra, mert az jó lenne. És hát nagyjából egy olyan 3-4 év betelt egyébként, mire elértük szakmailag azt a szintet, hogy az megjelentethető legyen. Nem jó, de már megjelentethető, és azóta is folyamatosan dolgozunk együtt Raonnal, illetve még jó néhány más írókörös emberrel. Illetve hát most már abban a helyzetben vagyok, hogy a Torozon csatornáját nem tudom ki az, aki ismeri, Torozon tavernája. Igen, ő neki nemrég volt egy ilyen mini novella pályázata, és az ott bekerült legjobb 10-et most én navigálom, hogy lehető leghamarabb ők is meg tudjanak jelenni, megadunk hozzá minden segítséget, úgyhogy ez egy ilyen gyakorlatilag nyitott kapu, csak kevesen döngetik, ahogy akartam mondani. De itt visszaadom a szót Raonnak, mert ő szakmailag sokkal több mindent tud erről elmondani, és majd én becsatlakozom, vagy megcáfolom, vagy valami. Raon. Biztos megcáfolja, az a kedvenc foglalatossága, ez barátságunk alapja. Van esetleg, aki itt a közönség soraiban, aki írással vagy bármilyen alkotó munkával foglalkozott már, vagy tervez ilyesmit? Úgy, ha, no, szuper. Ott vannak. Igen. Nem, azért érdekes ez, mert ugye Amerikában szokták azt mondani Hollywoodban, hogy a taxisofőrnek is van egy forgatókönyve a zsebében. Itt Magyarországon azért rengeteg embert ismerni, aki vagy egy regény, vagy egy novella, vagy bármilyen megjelenés tervezettel próbál érvényesülni. És az a tapasztalatunk, hogy odáig, hogy az embernek legyen kedve, lelkesedése, neki készül, odáig nagyon sokan eljutnak.
onnantól kezdve jönnek a buktatók, amikor mondjuk ne adj Isten egy novellapályázaton kiválasztásra kerül, hogy tehetséges vagy, ügyes vagy, elolvastuk, amit írtál, van benne lehetőség, és jön a de, hogy akkor mi kellene ahhoz, hogy ezt meg tudjuk jelentetni. És nagyon-nagyon fura tapasztalat ez a mi szempontunkból, hogy gyakorlatilag azt mondhatom, hogy bármilyen segítséget találtunk ki eddig, látványosan nem működött. A látványos alatt azt értem, hogy mondjuk vannak ilyen ismert számok a könyvkiadás berkein belül, hogy egy novella pályázaton 50-ből 100-ból egy ember az, akiért megért azt a pályázatot levezényelni. És hogyha van mondjuk egy íróiskola írástechnikai képzéssel nagyon komoly heti vagy havi szintű munkával, akkor lehet 20-ból egyre levinni ezt az arányt, és ez egy elképesztően jó kedvező arány. De azért onnan nézzük, hogy hány megjelenési lehetőség van, ez még mindig óriási lemorzsódás jelent. És maga ez az írás, az alkotómunka egy olyan, igazából szerintem ezt nem is lehet szakmának tekinteni, ezt csak hivatásként lehet felfogni, egy olyan nehézségeket terítene, ami rengeteg embert bedarál annak ellenére, hogy tényleg megvan egy jó ötlete, tehetsége, és valami miatt félrecsúszik ez a dolog. Sokszor nincs a hibás, tehát véletlenül sem azt gondolom, hogy ő rontott el valamit. Pusztán ennek az egésznek van egy ilyen nagyon erős tehetetlenségi nyomatéka. Mi ebben próbálunk segíteni különböző módszerekkel, hogy hogyan lehet ezt így áthidalni. Nincsen univerzális módszer, erre akartam utalni. Íróiskolákat egyébként vezettünk már többet is az elmúlt 20 évben, úgyhogy óriási tapasztalat van ezzel kapcsolatban. Óriási a magyarul is elérhető anyagoknak a mértéke interneten fent van, rengeteg írástechnikai gyakorlat, rengeteg írástechnikai cikk, már könyvek formájában is megjelenik. És egyébként az aranykor, sajnos nem köszöntött be, hogy írók tucatjai jönnek havonta, és fantasztikusan jó teljesítménnyel elkápráztatnak minket. Itt megcáfolnám, mert jönnek, csak el is mennek. Ennek egyébként több oka van, az egyik az, hogy az íráshoz ülni kell, seggelni, ahogy az egyik ismerősöm mondta, nem tudom, ez csúnya szó, de szóltak, hogy ne beszéljünk csúnyán. Tehát nagyon sokat kell ülni hozzá. És ezt nagyon sokan nem szeretik, nem képesek rá. Tehát az, hogy van egy jó ötleted, esetleg meg is tudod fogalmazni, az önmagában még nem azt jelenti, hogy az megjelenésre alkalmas. Tehát azon rengeteget kell dolgozni. Saját példát mondok, egy sima egyszerű Torozon tavernás mini, tehát 1200 karakteres kis önálló novella megszületett. Azt mondta a szerkesztőm, hogy jó az ötlet, de újra kéne írni. Hát hetedikre sikerült. Úgyhogy gyakorlatilag egy 1200-as karakter az úgy nagyjából ennyi egy A4-es papíron, az úgy hétszer lett átírva, amire olyan formába került, hogy az jó. Megjelentethető, működik. Egyébként az volt az egyik első TT mini, ami megjelent, csak hogy egy kicsit büszkélkedjek. Sokáig vezette a Like bajnokságot, de aztán legyőztek. Kiszámolja, ugye? Kiszámolja. úgyhogy nem egyszerű feladat sajnos. És most a csoportban, akik nálam vannak, nem alattam nálam, ott is már két ember gyakorlatilag kimorzsolódott pont emiatt, mert van, aki nem képes feldolgozni azt a visszajelzést, amit kap. Tehát az ő saját kis gyöngye, a kis kristálya, az tökéletes mű, az nagyon jó, annál nincs jobb a világon, aztán szembesül vele, hogy 10-ből 8-an azt mondják, hogy ez nem jó. Csúnya szót akartam mondani, de sikerült megállnom. És sokan ezen nem képesek túllépni sajnos. Tehát azt azért el kell mondani, hogy vannak jelentkezők, mindig vannak, akik szeretnének jönni, de az első ilyen akadályon fönnakadnak, és mi ezen szeretnénk segíteni különböző módszerekkel, ahogy a Raon is mondta, de sajnos az istápolás az nem mindig jó módszer. Ugye többféle módszer van, mi a fejszét szeretjük, nekiesünk és daráljuk. Az istápolós módszer sajnos nem jó, ez nagyon szép, nagyon jó, gyerünk, csináld, nagyon jó vagy, hajrá. Ez sajnos nem vezetett eddig sehova. De csak ennyit akartam mondani. Azt hiszem, egy kicsit mellé teszem azt, hogy mi számít jónak, miért mondjuk azt, hogy nem jó. Igazából azt kell látni, aki ezzel foglalkozik, hogy ez nem a mi szubjektív mércénk, hanem egy nagyon fura helyzetbe került a magyar fantasztikum, ugyanis amikor elindult az egész mágusosdi 93-ban, azt lehet mondani, hogy a 2000-es évek elejéig egy óriási lemaradásban volt a magyar fantasztikum a magyar nyelvű megjelenésekkel. Nyilván rengetegen már olvasták angolul eredetiben, de nagyságrendileg nagyon sok alapművet nem ismertek, és ilyen 15-20 év késéssel jött be Magyarországra, ami azt jelentette egyébként, hogy a magyar kínálatban az átlagosabb
minőségű írások is jónak számítottak, mert hogy ez volt a piac. És a 2000-es évek elejétől kezdve, nagyjából én 2005-6-ra tagsálom azt az időpontot, amikor jött egy óriási fordulat ebben az egészben, nyilván feljöttek más kiadók, illetve több kiadó, nagyon belendült a magyar fantasztikum, és elkezdett csökkenni az a távolság, hogy a külföldi aktuális, a jó megjelenések mikor jelennek meg magyarul. És ma már ott tartunk egyébként, sőt már 5 évvel ezelőtt is ott tartottunk, hogy megír egy külföldi sztárszerző valamit, és a külföldi megjelenése egy időben fog magyarul a fordítás megjelenni, mert ilyen szinten le van egyeztetve. Ez azt jelenti, hogy bárki, aki most ír, az egész világ legjobbjaival kell versenyeznie gyakorlatilag az olvasóknak a figyelméért. Tehát a magyar könyvpiac mind a mellett egyébként, hogy fantasztikus, hogy ilyen sokan olvasnak, ilyen sokat, tök jó, tényleg. Tehát ez azért kevesen tudják, de európai viszonylatban is nagyon jó számokat tudhatunk magunkénak. Az biztos egyébként, hogy a magyar olvasók számához képest iszonyatos a túlkínált, sokkal több könyv jelenik meg, mint amit elbírna ez a piac. És így, hogy a magyar olvasók rengeteget olvasnak, még így is óriási a konkurencia. És amikor mondjuk egy átlagos mágusírónak, egy George R. R. Martinnal, Neil Gaimannel vagy David Gemmellel folytathatnám a sort, kell versenyeznie, na úgy egy kicsit nehezebb. Úgyhogy amikor azt mondjuk, hogy valami nem jó, akkor mi nem azt mondjuk, hogy szerintünk jó, és nem irreális mércét akarunk támasztani az írókkal szemben. Egyszerűen látni kell azt a helyzetet, hogy ma már nem ugyanaz a mozgástér van, mint 20 évvel ezelőtt. Tehát ma már sokkal több mindenben kell jónak lenni, sokkal több mindenben kell ügyesnek lenni íróként, főleg egyébként ötletekben, mert ugye az is benne van, hogy rengeteg mindent leírtak mások, tehát szűkül ez a tér, és emiatt ez az egész átlag szint, ez egy magasabb létszet eredményez. Mi a kiadóban úgy vagyunk egyébként, nagyon nem jó osztályozni, de az érthetőség kedvére elmondom, mert szerintem jó példa lesz. Az ötös skálának az ötös osztályzata az, amikor valami annyira jó, hogy azt többször újra olvassák az olvasók. Leveszi a polcot, és szívesen olvassa még egyszer. Az egyest azt szerintem hagyjuk, azt mindenki el tudja képzelni. A kettes az az, amiben már működnek bizonyos ötletek, bizonyos csírák, bizonyos kezdemények, de alapvetően megjelenés alkalmatlan. Mi a hármas színnél húzzuk meg azt a mércét, ami már a megjelenésre alkalmas, ez nem biztos, hogy jó. Tehát mi arra mondjuk azt, hogy nem jó, hármas, korrekt iparos munkaszintet mondjuk megüti, lehetne továbbfejleszteni, nem biztos, hogy sikerül, vagy az író nem biztos, hogy akarta. Ez egy fontos dolog, sokszor egyébként az író nem akarja, mert a megjelenés fontosabb neki, mint a beleteendő munka. Mi a négyes szintől szeretünk megjelentetni dolgokat, ami azt jelenti már, hogy az átlagos iparos munkánál egy picit jobb, vannak benne reményket öltetek, vannak benne olyan dolgok, amiket más nem csinált meg, arra már tényleg azt lehet mondani, hogy tehetség. És szerintünk fontos dolog az, hogy ekkora óriási túlkínálatban olyan művek jelenjenek meg, amire az olvasó azt tudja mondjuk mondani, hogy lehet, hogy neki nem tetszett 100%-osan, de megérte a ráfordított időt. Tehát ez lenne szerintünk az alap. És innen nézve igazából ez egy szolgálat kellene, hogy legyen egy írónak, szolgálja az olvasókat, az olvasók érdekeit, így lesz neki is jobb, így fogják szeretni, így fogják elismerni, hogyha előbb ő beleteszi ezt a munkát az olvasók kedvéért. Szóval sok tekintetben innen alakulnak ki nagyon hosszas folyamatok, amíg egy kezdőíró eljut odáig, hogy ezeket meg kell tapasztalni, először nem így gondolja, életében először kap róla visszajelzést, akkor általában egyébként tényleg megsértődik. Ezzel semmi baj nincsen, mert az azt jelenti, hogy érdekli, azért sértődik meg, mert fontos neki. Hogyha nem lenne fontos, akkor így az egész átmenne rajta. Úgyhogy ennek vannak különböző fázisai, sokféle tapasztalatunk van arra, hogy ki kell várni türelmesen, biztatni, támogatni a háttérbe ezeket az embereket, hogyha megvan bennük az elhivatottság. És nagyjából ez a fő válasz egyébként a mágus jelenlegi helyzetére, hogy a mágus mint brand, a mágus logó, ahogy sokan szokták ezt mondani, az önmagában egyébként elvisz nagyon sok mindent. Tehát, hogyha mágus logóval megjelenik valami, azért az sok olvasó alapban megveszi, bizalmat szavaz neki, ez egy nagyon fontos dolog. És ezzel a bizalommal élni kell, és nem visszaélni. Mi így gondoljuk, és ebbe az irányba próbáljuk terelgetni a szerzőket. Igazából egyébként nem nagyon vannak eszközeink azon túlmenően, hogy megjelenik vagy nem jelenik meg. Maximum biztatni és támogatni tudjuk őket, és bízni abban, hogy dolgoznak annyit, hogy meg lesz az eredménye. Most mit mondjak erre? Így van. Reagálj! Nem, tényleg igazam arra unnak, tehát nagyon sokszor tapasztalom azt, én is most a feltörekvő titánokkal, hogy van egy jó ötletük, egész jól meg tudják írni, és amikor bele kell tenni a plusz munkát, akkor az már annyira nem, mert hogy ez így jó. És ez sajnos nagyon igaz
a házunk tájára, hogy úgy mondjam, kevesen vannak, akik hajlandóak beletenni a plusz munkát. Ők a jók, a többiek a rosszak. Picit hadd védjem meg őket, mert nem mindig a hajlandóságon múlik, ugyanis esetenként nagyon nehéz ezt a plusz munkát beletenni, ugyanis a mágus irodalom, és akkor csak az irodalomról beszélek, mondjuk a szerepjáték és egyéb vonatkozásokról nem, az legalább 40-50 olyan könyvet tartalmaz, amit egyébként megéri elolvasni. Tehát, hogy ezek nem a futottak még kategória, hanem amik hozzátettek ehhez az egészet. Hát ez egy közel 30 év alatt, ez a 40-50 könyv, ez igazából nem tűnik olyan soknak, de aki mondjuk nulláról most ismerkedik ezzel az egésszel, és jön egy jó ötlet, hogy írnék egy sztorit Toromban, tök jó, itt van ez a laza 3000 oldal, és akkor gyere vissza, hogyha elolvastad, és akkor beszélgessünk újra. Ennek van visszariasztó hatása. Sajnos ez egy ilyen dolog, hogy amikor osztott világról beszélünk, megosztott világról, nagyon sok szerző, nagyon sokféleképpen hozzátesz dolgokat, akkor igenis alkalmazkodni kell, ott be kell állni a sorba. Nem biztos, hogy ez mindenkinek komfortos, és simán el lehet fogadni azt, hogyha valakinek ez így nem tetszik. Nem tetszik, nehéz vele mit kezdenie, ez a jó megfogalmazás. Mert ez nem mindig hiba a szerzőnek, ezt meg kell tapasztalni, meg kell találni a megfelelő megoldásokat hozzá. Van a másik véglet is, aki minden tudi nevről, ugye a mágus világáról, és ő próbál megírni, az is egyébként hasonló, mert a háttértudása megvan, tehát ő fejből minden tud Toronról, meg a többi egyéb helyről, viszont az írás technikai készsége nem biztos, hogy jó, azon kell fejleszteni, és van, aki ezt nem annyira szereti. Tehát az a lényege a dolognak igazán, hogy mind a két oldalt nézni kell, egyrészt meg kell ismerni a világot hozzá, ami, mint Raon is mondta, nagyon nagy, tehát 50 könyv minimum, mondjuk én csak 30-at mondtam volna, de ő a főszerkesztő, neki muszáj nyomni a följebb. Itt tévedhetek is. Tehát van ez a 30-40-50 könyv, amit azért érdemes elolvasni hozzá, tudni, hogy egyáltalán milyen a világ, és akkor mellette még maga az írástechnika része, ami fontos. A kettő együtt jó. Hagyunk kérdést, vagy igen, valami? Igen, nagyjából ennyit terveztünk elmondani, és az a kérdés, hogy van esetleg bárkinek kérdése. Parancsolj, te voltál a leggyorsabb. Nem kapsz mikrofont. Ennyi. Nem, senki nem kíváncsi erre. Köszi. Köszi. Halló. Na, sziasztok. Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy én legalábbis azt vettem észre, hogy az utóbbi időszakban részben a Stranger Things nyomán, részben a Covid bezártságok nyomán a szerepjátékok szerepe, mint olyan, mint hogyha erősödött volna, de legalábbis kilépett abból a stigmából, ami régen rajta volt, hogy ez csak a zsíros hajú kövér emberek játsszák, vagy hogy mondjam. És hogy én azt gondolom, hogy ez már réges-rég nem igaz, és ezzel kapcsolatban kérdeznék titeket, hogy terveztek-e bármit a mágusnak ezzel a szerepjátékos részével, ami talán ugye az eredete az egész brandnek. Jól látod, egyetértek. Egyetértünk szerint veled. Mi is úgy látjuk, hogy ezt ilyen reneszánsz jellegnek lehet felfogni, ami a szerepjátéka történik, nagyon örömteli. Tervezünk a mágussal is régóta. Ilyenkor jön az, hogy mivel erről felvétel készül, itt fognak mosolyogni, jönnek a röhögő smiley-k, hogy igen, hány éve tervezünk és mióta nincs eredménye. Nagyon sok olyan háttérmunka van, ami igazából, amíg eredmény nincs, felesleges fejtegetni a részleteit. Itt már csak az eredmény számít, a megjelenés számít, annak a minősége számít. Úgyhogy azt mondanám röviden, hogy igen. Ott vagyunk az asztalán, hogyha hosszabb válasz érdekel, akkor szívesen kifejtem, gyere nyugodtan. Itt már számunkra kizárólag a konkrét megjelenés felmutatása ér bármit, minden más az igazából háttérzaj, így látom. Ígérgettünk nagyon sokat, mindig folyton. Egyébként 94-ben nem voltam zsíroshajú és kövér. Kikérem magam. Tehát ígérgettünk nagyon sok mindent, de egyébként az elmúlt években rengeteget dolgoztunk a háttérben, ami gyakorlatilag nincs látszatja, mert nincs. Tehát a jéghegynek a víz alatti részével foglalkoztunk, plusz mellette mással is, de igen, ott fogunk tudni bővebben beszélgetni róla. Egyéb kérdések? Köszönjük egyébként. Sziasztok! Nekem az lenne a kérdésem, hogy mondtátok ezt az ötös skálát, hogy 3 fölött foglalkoztok írókkal, idézőlesen, hogy mennyire lenne esetleg egy járható út, hogy mondjuk azoknak, akik mondjuk a 3-as szintet megütik, azt mondjátok, hogy rendben, akkor írjatok egy
kalandmodult például. Írjatok egy vázat, amivel például a szerepjátékosok ki tudják tölteni, és az azokból jövő visszajelzések alapján esetleg tudjátok mondani, hogy akkor miben kéne fejlődni, hol kéne fejlődni, vagy pedig ezzel is egy kicsit a szerepjátékos vonalat is erősíteni. Abszolút jó. Ugye tőlem az már megszokottam. Mém gyanús, hogy jó kérdés, de tényleg jó kérdés. És beletaláltál, mert egyébként a következő programpont az ez, a rajongói szféra ott az asztalnál, úgyhogy téged is várunk sok szeretettel. Egyébként az nem igaz, hogy csak hármas szinten foglalkozunk, mert akkor nem tartana itt a mágus. A hármas szinten tudunk kiadói oldalról foglalkozni, amikor már konkrétan a megjelenésről beszélünk. Előtte tehetséggondozásról van szó. Itt két fontos vetülete van. A novella pályázatok, amik időnként szoktak jönni, azok pont erre szolgálnak, hogy felmérjük, hogy ki az, aki van, bocorog bármi. És aki tényleg focis hasonlattal élve egy egyeneset tud rúgni a labdába, azzal mi már egyeztetünk, hogy rúgják kettőt, légy szíves, mert minket érdekel. Viszont amit mondtál, hogy a szerepjátékos oldalról ezt sokféleképpen meg lehet közelíteni, teljesen igazad van. Egyetlen egy dolog hiányzik hozzá, hogy legyen egy végre egy új kiadott hivatalos RPG, hogy azon rendszeren belül tudjuk ezeket az ezt az egészet rendszerbe foglalni lekezelni. Hogyha oda jutunk, és most már elmondhatom, mert egész jól alakulnak a háttérmunkák, biztos, hogy ez a pályázatos díj az RPG szinten is meg fog valósulni, tehát akár kalandmoduláló pályázat, akár más olyan dolgok, amelyek nem irodalmi típusú alkotómunkát, hanem más típusú szerepjátékos alkotómunkát próbálnak becsatornázni. Ez egy nagyon komoly tervünk, hogy erre alaposan ráerősítünk. Én még annyit hozzátennék az elejéhez, hogy az írók részt és a szerepjáték részt azt azért nem szeretnénk különvenni, tehát egyben szeretnénk, ugye egy brand, viszont írás szempontjából az két különböző dolog. Ugye én szerepjátékozom is, meg író is, tehát ilyen kakukktojás vagyok, vagyunk egy páran így, viszont egy kalandmodult megírni, meg egy regényt, novellát megírni, az teljesen más. Teljesen másképp működik, tehát a kettőt nehéz ötvözni. A kalandjáték kockázat könyvek lehetnek hasonlóak hozzá, viszont az meg egy harmadik szegmens, ami szintén egy teljesen más kategória. Van még esetleg kérdés? Nincs? Még talán egy fél kérdés belefér, de úgy látom, hogy nincsen. Lejár az időnk lassú, úgyhogy szeretném mindenkinek megköszönni, hogy itt voltatok és meghallgattatok minket. Bármilyen téma érdekel titeket a továbbiakban, ott vagyunk itt mögöttünk az asztalnál estig. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt vagytok, és további jó szórakozást kívánok mindenkinek a nap hátra részében. Köszönjük szépen, sziasztok!